Kukkasza Tamás lezárás specialista. Szeretnélek meghívni augusztus 11-ére az online VIP napunkra, ami online lesz megtartva. 25 000 forint nettó plusz áfa, hogyha áfás vagy, akkor plusz áfa. Ha nettós vagy, vagyis hogy nem akarsz plusz áfát fizetni, akkor vannak még katás cégeink, hív fel az értékesítőket. És a lényeg az az, hogy a kacsák sincsenek egyedül, tudod? Tehát a kacsák se élnek túl egyedül, tehát te meg nem vagy kacsa, de te se élsz túl egyedül. Úgyhogy meg kell tanulnod csapatot irányítani. És egyébként, ugye, ahogy Kiyosaki is mondta, először értékesíteni kell megtanulni, utána tudsz céget vezetni. Tehát éppen ezért van az, hogy mi először lezárni tanítunk embereket, utána pedig csapatot építeni. És a csapatépítésnek van egy olyan velejárója, vagy egy olyan része, amit rajtam kívül egész Magyarországon nem ért senki se. Egyszerűen azért, mert nem tudtak belerakni 26 évet és több mint 100 millió forintot, hogy ezt megértsék. És ez egy olyan rész a dolognak, ami miatt én 242 napig nem csináltam semmit. De szó szerint nem csináltam a cégen belül semmit. Azon kívül, hogy próbáltam néha úgy csinálni, mintha dolgoznék, de azt nagyon gyorsan leállítottak. És a csapat az azért dolgozott, hogy én 242 napig ne tudjak semmit csinálni. Tehát tudták pontosan, hogy ennek mi az értelme, mi az előnye. És értelmezték, és nem pedig az volt, mint egy másik ügyfelnél, hogy kijött velünk a Karibra, és azonnal két munkatársa felmondott, hogy az ő verejtékükön a főnök ne pihenjen. Na, hogyha téged is utálnak, vagy valaha utáltak, vagy a csapatban vannak olyanok, akiknek nem kéne ott lenni, akkor gyere el erre az online napra, hogy előre kifizeted, megkapod a felvételt is, és el fogom mondani azokat a titkokat, amik miatt igazából én az összes munkatársamat le tudtam fejvadászni, vagy pedig rám ragadtak, és nagyon stabilan egy olyan álomcsapatot tudtam megvalósítani, akik Magyarország több tekintetében a legjobb statisztikákat csinálják folyamatosan. Úgyhogy teljesen maguktól dolgoznak, utasítások nélkül. Tehát augusztus 11, hogyan építsd csapatot?